Phoebe's house. No, I'm the one that usually has the video. He's doing this with his mom's camera for her. Oh, okay. And, say hi. This is at Ibi's house, and this is her creation. Well, not really. She said this is nothing. Much more. Okay, chicken, jalapeno, cherry. Okay, I'm going to set this down to you. The brown chocolate cake with ganache frosting. And then she showed me how to make leaves out of chocolate. Szóval tudod, hogy mind a különböző megyékre vannak osztva. Mind itt is másképp beszélnek Kaliforniában, mint Texasban. Igen, Schwabisch, ja, az varaszosabban beszéltek, mint Hochdeutsch. Igen. Na hát a mi családunkból azok fekete erdőrészről. Dél-Németországban, Schwarzwaldból jöttek. Ja. És jobban oda települtek ki a magyar svábokat, jobban oda telepítették. They're talking about language divisions inside Hungary and Germany. Yeah, the slang, and the incorporation of multiple languages being blended slowly into, it's not like it's going to be Esperanto here, because very few people actually speak Esperanto, and it's a blend of Germanic Latin. You're not going to believe, but Grandpa and Grandma, they started to learn Esperanto. Oh, really? Yes, what is Esperanto? It's many languages put together. It's like an international language. Oh, it's Germanic mixed with Latin. And it's really interesting, because Tell me, how old are you? It's video. 12. Four. Okay. What's your name? Ella. That's Gabby. Your full name. Gabrielle. Last name. Where do you live? Okay, what's your mother's and father's name? Mondd még egyszer? Német volt? Német. És csak németül beszélt? Németül beszélt.
és én is németülben tűztem bele, mert önök is volt két lánya, az egyik lánya férhez ment egy magyarhoz, aki a buszonyvezető volt ott Becskereken. És ugye mind az omamával mindig csak németül beszélünk, mert nem értette meg, hogy mit beszélünk, és ő meg egy magyarhoz ment férhez, és nem tudott magyarul semmit. Barani grandma before was Hungarian, and she was Schubert, csupa ilyen German, cserebere. Omama? No. The great-great-grandma. Oh, okay. Your great-great-grandma. Okay, on grandma. Oda-haza, ha nem, oda-haza beszéltük, akkor a szomszédhoz mentünk, ottan meg a gyerekekkel szerbül beszéltünk. Úgyhogy az iskolába az jól jött, mert ott megértettük, hogy mit mondott a tanítónő, ugye, mert azok mindig csak szerbül. Csak szerint. Ne, magyar, hogy németül beszéljünk. Neked melyik nyelv tetszik? Melyik nyelv tetszik? Melyik a legszebb nyelv? Kérem? Melyik a legszebb nyelv? Hát, az, amit tud beszélni, az mindegyik szép. Nem mondhatjuk, hogy most nagyon szép, vagy valami. Én nekem a magyar szó a legszebb. Hiába mondom én a szomszédnak, hogy hát az nagyon szép, az meg nem érti meg, hogy hát mi szépség van benne. És így, hogy mi állandóan magyarul, németül és szerbül beszéltünk. Aztán volt ugye, hogy hát a mama próbálta, hogy beszélik magyarul, az ugye, tú szorsó, vidich werden, tú ungarisch, szóval, hogy tudtam, hogy tudom benne. Az öregapámat azt nem ismerte, az öregbarányt, ugye, mert az az meghalt. Kemettünk azért a némettel sok szavat. Igen, a magyar nyelv az elég sok más nációval volt. Összekeverte a franciát és a németet is, meg a tőlőszomszédunk is. De azért nem tanultunk meg németet, mert papa összeveszett a szőlőszomszédján, hogy azon az videóra. Hasonlít a Sanyira. Igen. Hogy tetszik lenni? Hát Sonkoly gyerek. Hogy tetszik lenni? Magyarul mondjad. Jó van? Jó? Hány évesnek tetszik lenni? Én? Számoljuk ki, 1919-ben születtem. Oh. A Miskolci anyuka volt. Én Nagybecskereken. Mikor tetszett kijönni? Hát itt egy kicsit, ott egy kicsit, és akkor lassan ide jöttem. Na de mikor jöttél ki, tudod, Németországból, Rochesterbe? Vagyis oda? Voltam én Németországból. Azt tudom, erre sem is. Amerikai és az angoloknál is. Igen. Ugye mindenhol. Az ember egyedül van, akkor mindent megpróbál, meg jobb, oda megy, ahol jó. És hol a legjobb? Igen. Igen. És ahol nem mondják, hogy hát, hát te egy olyan gyöntmen. Igen. Itt a legjobb, igaz? Akkor itt a legjobb, mert itt nem kérdezték. Igen. Hát itt sokfajta náció van. Hát a Gabin csodálkoztam el legjobban. Na mondjál valamit, mert ez videó. Sörözünk egy kicsit. Nagyszerű. Nagyszerű. Oké. God, you're already filming me. How I hate you. Okay, na, hi. Boldog új évet. Happy New Year. Boldog új évet.